Sziasztok! Ma folytatjuk a sorozatot. Viszont ezt szeretném mondani, hogy most reggel 8 óra van, és 32,9 fok van itt ebben a szobában, úgyhogy megy a ventilátor, lehet, hogy egy pici búgást fogtok hallani, nagyon sajnálom, illetve megmostam a hajam, és nem vagyok hajlandó hajszárítót használni most jelen pillanatban, úgyhogy itt, amíg elkészülök, mert utána majd mennem kell valahova, addig itt veletek meg fog száradni a hajam, és nem vagyok hajlandó most ezt megszeretni. Remélem ezt elnézitek nekem, és együtt tudtok élni ebből a ténnyel, hogy most így néz ki a hajam, és hogy zúg a ventilátor, de kész, tehát, hogy van az a pont, ami után én nem bírom a meleget, és ezen a ponton már túl vagyunk. Szóval, vágjunk is bele! A mai sorozatgyilkosunk benne van a 15 legdurvább sorozatgyilkosban, és nem az esetszám miatt. Összesen 6 embert ölt meg ez az elkövető, és azt gondolom, hogy ő nagyon más az eddig tárgyalt elkövetők közül, ugyanis ő az én megítélésem szerint nem pszichopata. Nyilván nem vagyok végzett pszichiáter, hogy tudjam őt diagnosztizálni, és vagy pszichológus, attól függ, nem tudom, hogy Amerikában egyébként ki mondja ki ezt a diagnózist, mindegy, de egyik sem vagyok, tehát nyilván nem tudom megállapítani, de az ő esete is nagyon érdekes volt, és ő tényleg az, aki az őrült. Tehát akire így azt mondjuk, hogy ő egy őrült. Úgyhogy hát várjunk is bele, lányok! Nem fogunk másról beszélni, mint a szakramentói vámpírról. Szóval, akire ma fogunk beszélni, az nem más, mint Richard Tanton Chase. Nagyon szép neve van. 1950. május 23-án született Kaliforniában, van egy lánytestvére. Egyébként ő az a tipikus pszichopata élettörténet lenne, ugyanis 10 éves korában elkezd állatokat kínozni, és örömét lelni abban, hogy ő állatoknak fájdalmat okoz, elkezd tüzeket gyújtani. 10 éves korától vannak feljegyzések arról, hogy macskákat ölt, hogy alkoholt fogyasztott és dohányzott. Most egy 10 éves gyerek, hogy kezd el dohányozni? Szóval, hogy azért... A 10 éve azért az nagyon korai, ne? Tehát, hogy ezt valljuk meg, tehát, hogy így aktív dohányos legyen valaki, de hát igen, szóval szegény Richardnak ez sikerült. Aztán egyébként tinédzser éveiben Richard viszonylag sok nővel randevúzik, viszont szexuálisan nem tud teljesíteni, és egy nő egyébként ezért ki is csúfolja. Hölgyeim, senkit nem csúfolunk ki. Jó? Tehát, hogy nem szabad gúnytűzni senkiből, akinek esetleg problémája adódik az ágyban teljesítés közben. Ez egy nagyon-nagyon ronda dolog. És mint látjuk, az őrültekre meg a pszichopatákra nincs jó hatással, szóval... Egyébként 18 évesen Richard önszántából elmegy a pszichológushoz. És ez a pszichológus azt mondja neki, hogy neki az a problémája, hogy visszatartja a dühét, és egyébként megállapítja, hogy ő szerinte Richard olyan nagyon nagy problémák nincsenek, hanem összesen ennyi a probléma, hogy visszatartja a dühét, és ő szerinte nem szorul jobban kezelésre. Aztán később, 18 éves kora körül elköltözik a szüleitől, és mindig szobatársai lesznek, mert nem tud egyedül fenntartani egy albérletet, és hát ezek a szobatársak különbözőféle furcsaságokról számolnak be. Egyrészt mindegyikük elmondja, hogy nem gyengén fogyasztott Richard drogokat, tehát hogy folyamatosan vagy marihuánát, vagy LSD-t használt, és hogy nagyon bizarr viselkedésekről számoltak így be vele kapcsolatba. Még az volt a legkisebb baj, hogy a lakásba folyamatosan meztelenül járkált, amikor ott voltak mások is, tehát ennél csak durvább dolgokat csinált. És hát az egyik legdurvább eset, ami történt, az az volt, hogy elment a sürgősségi osztályra, és azt állította, hogy ő azért van ott, mert keresi az artériáját, amit valaki ellopott tőle. Igen, szóval, és akkor rájönnek az emberek arra, hogy hát lehet, hogy valami nem stimmel. És 72 órára őt be akarják zárni a pszichiátriára. Megállapítják, hogy paranoid skizofréniája van,
tehát ezt a diagnózist kapja ott ebbe az intézetbe, de egyébként Richard fogja magát és megszökik onnan. Chase egyébként 152 cm magas volt és 66 kiló, tehát hogy nagyon-nagyon kicsi, vékony, alacsony termetű fiú volt, és ez is persze szorongással töltött el, és ez is mindenféle tévképzetet sikerült neki társítania ehhez, hogy őt mérgezik, és azért lett ekkora. Visszaköltözik az anyjához egyébként, akiről azt hiszi, hogy mérgezi. Tehát én nem is értem az egészet. Na mindegy, és az anyja akkor egyébként már elvált az apjától. Az apja mégsem hagyja őket így teljesen magára, tehát hogy részt vesz az életükben, meg nyomon követi, hogy mi történik a fiával. És azt mondja a fiának, hogy ő szerinte rossz hatással van Richardra, hogy ott lakik az anyjával, és hogy ezért inkább költözzön el. Segít neki egy lakást szerezni, sőt, nem is egy lakást, hanem egy házat bérel neki, és végül oda költözik Richard, és akkor kezd el még furcsább szokásokat felvenni. Ekkor elkezd nyulakat ölni, nem tudjuk, hogy mi baj van a nyulakkal, de mégis a nyulakra lesznek így a fixációi, elkezd nyulakat gyilkolászni, és az a helyzet, hogy elkezdi őket kibelezni, és a vérüket meginni, és az egyik alkalommal fogja egy nyúlnak a vérét, és befecskendezi saját magának, mert hogy ő szerinte neki kevés a vére, és hogy majd ettől a nyúltól neki több lesz. És igen, szóval az a helyzet, hogy ezt amikor így olvas az ember, meg így mesél ezt a történetet, tehát hogy ez a vége az, hogy mi bajod van? Na mindegy, és hát természetesen vérmérgezést kap ez a hülye, már bocsánat, tehát egy nem gyógyítja meg az, hogy befecskendezi magának egy állatnak a vérét, semmiből nem gyógyítja meg, és vérmérgezést kap és kórházba kerül. Akkor megint elkezdik a pszichológusok őt vizsgálgatni és kezelni, újfent megállapítják, hogy skizofréniája van, és megállapítják és leírják, hogy érzékcsalódása van. Ez azt jelenti ugye, hogy lát olyan dolgokat, ami nincs ott, hallhat olyan dolgokat, ami nincs ott, és azokat teljesen valóságosnak éli meg. Na hát ez alapján szerintem élből be kellett volna zárni, de nem ezt teszik. Szóval ennek a sztorinak az egyik legnagyobb tanulsága az, hogy szinte végig a pszichológusok és pszichiáterek rossz döntéseket hoznak újra, és újra, és újra. Tehát nem ismerik fel azt, hogy Richard mennyire veszélyes valójában, ami nem igazán értem, hogy a nyulak vérének megivása, lefejezése és nyulak kibelezéséből ez így miért nem volt teljesen világos, de nem, valamiért ez így nem esett le nekik, hogy lehet, hogy Richardra oda kéne jobban figyelni. Na mindegy, szóval gyógyszeres kezelést ajánlanak, ami több okból nem működik. Az egyik ok az, hogy hát Richardunk folyamatosan drogozik, és erős drog használata miatt egyszerűen nem tudja betartani azt, hogy bizonyos időnként bizonyos gyógyszereket beszedni, mert az esetek többségében nincs is magánál, mert annyira el van szállva. Egyébként többször bezárják, többször egyébként megszökik a pszichiátriáról, tehát amikor ilyen rosszabb állapotban van, akkor mindig beviszik, de nem azért, mert azt gondolják, hogy veszélyes lenne a társadalomra, hanem azért, mert hogy így a gyógyszerekről próbálják őt, vagy a gyógyszerekre próbálják beállítani és a drogról lehozni, de ez nem igazán sikerül, és egyébként mindig az anyjához menekül vissza. Aztán a legutolsó alkalommal, amikor beszállítják a kórházba, akkor egyébként egy ablakba találják meg pár nap múlva, ott a kórház ablakába ücsörög, és két döglött madár van mellette, akiknek leharapta a fejét, és így iszogatta a vérét, szóval. Jó haladt a kezelés. Jó. És aztán végül ennek ellenére elengedik a kórházból, mert hogy azt mondják, hogy nem veszélyes senkire. A történtek fényében hadd mondjam azt, hogy tévedtek. Na és akkor innentől kezdünk egyre durvulni. Tehát Richard egy új lakásba költözik a szülei segítségével, nem szedi a gyógyszereit, mert az anyucikája megmondja neki, hogy nincs az szükség a gyógyszerre. Mondjuk az a nő sem százas, hadd ne mondjam, tehát hogy
hogy látod, hogy ezt csinálja a fiad, és komolyan azt gondolod, hogy nincs szüksége orvosi segítségre, hogy a gyógyszerek csak rosszat tesznek a gyerekednek. Szóval, hogy azért van egy szint, nem? Aminél így ezt nem gondoljuk, még szülők sem, hogy így... Tehát, hogy van egy szint, ahol fölismered azt, hogy a gyerekeddel baj van, nem? Tehát, hogy legalábbis én mindig abban reménykedem, hogy csak... Hogy oké, hogy szeretem a gyerekemet, imádom, de hogy azért van annyi épelmém, hogyha nagy gond van, akkor azt fölismerem, nem? Tehát, hogy, de nem mindenkinek. Szóval, új lakásba költözik. Újfent nyulakat öl, illetve macskákat és kutyákat is elkezd öldösni, és hát rászokik arra, hogy a környékbeli szomszédoknak a kutyáit, macskáit szedje össze, házi kedvenceit, és ezeket ölje meg, belezze ki, csináljon velük válogatott kínzásokat, és egy alkalommal föl is hívja az egyik szomszédot, akinek a kiskutyáját elrabolta, és válogatott módszerkel megölte, hogy elmesélje a kedves szomszédjának, hogy ezt milyen módszerrel csinálta, és hogy miket csinált az állatával. Szóval, hogy őhők ekkor se viszik be. Tehát, hogy... Istenem. Igen. Aztán már rögtön is térhetünk az első gyilkosságra. 1977. december 29-én fogja az elsőt elkövetni. Ugye akkor 27 éves, tehát, hogy nem mondhatnánk őt túl idősnek. Szóval, Ambrose Giffin, 51 éves, két gyermekes apuka, a feleségével elment nagybevásárolni, és hazamennek, és a házuk előtt, amikor szedik ki az autóból a csomagokat, egyszerűen Richard odamegy, és fejbe lövi ezt a férfit. A felesége nem látta egyébként, ő éppen bent volt, és már csak arra jön ki, hogy a férje halott, és fekszik ott a házuk előtt. És hát ez az első gyilkosság. Egyébként vannak tanúk, tehát hogy, vagy ha nem is tanúk, tehát konkrétan senki nem látja azt, hogy ő oda megy és lelövi, de hogy látják a környéken, személyreírást tudnak róla adni, van egy 12 éves kisfiú, aki látja és leírást tud ő róla adni, szóval, hogy azért látják őt az emberek, nem túl körültekintő az a helyzet, de azért még így is viszonylag. Tehát ugye én számomra meglepő volt az, hogy ennél jobban nem tudják őt hamarabb elkapni, vagy hamarabb felismerni. Szóval ő volt az első áldozat. Aztán utána a környéken őt többször látják, vagy legalábbis egy 20-as éveiben lévő férfit, aki megpróbál bemenni ajtókon, aki nagyon furán viselkedik, tesztelgeti, hogy nyitva vannak-e a bejárati ajtók. Tehát a 70-es években vagyunk Amerikában. Amerikában nagyon-nagyon sokáig az volt, hogy nem zártak semmit. Nem zárták a lakások házak ajtaját, és nem zárták a kocsik ajtaját sem. Tehát, hogy nagyon érdekes. Na és új szokást vesz fel Richard, elkezd fegyvereket vásárolni, szóval, hogy... Tehát, hogy én értem, hogy Amerikában mindenki vásárolhat fegyvert, de hogy tényleg nem kéne azt nézni, hogy valaki elmebetege? Tehát, hogy nem? Vagy legalább egy papírt adni, legyen arra a papírja, hogy normális. Hogy... Nem? Tehát, hogy nem kell nézni, hogy valaki elmebetege, vagy nem? Nem. Nem, de akkor azt adjunk minden skizofrénnek fegyvert, hármat. És hát sajnos a következő gyilkosságra se kellett sokáig várni. 78. január 21-én fogja elkövetni, méghozzá Teresa Wolin ellen, aki 22 éves és 3 hónapos terhes. Benyit hozzá, nyitva van az ajtaja a lakásának, rálő kétszer, majd amikor Teresa összerogy, akkor közelebb megy hozzá, és még egyszer fejbe lövi. Tehát egy biztos, ami biztos. És hát az a helyzet, hogy ez az a gyilkosság, aminél már kiéli minden perverzióját. Tehát, hogy nem csak ennyit csinál, hogy fejbe lövi az áldozatot, és ott hagyja, hanem mindenféle válogatott szörnyűségeket fog csinálni. Megpróbálok majd nem minden részletet mindegyik gyilkosságnál elmondani, mert hogy az a helyzet, lányok, hogy amikor én olvastam ezt a sztorit, én azért azt gondolom, hogy én bírom ezeket. Mármint, hogy nem szeretem, hanem hogy nekem azért nehéz olyan sztorikat mondani, amitől így kifordul a gyomrom, vagy nem tudom. De ez az.
Tehát ez az a sztori, ahonnak a részletei azért az a... Igen, nem baj, hogyha nem mondják el tényleg, mert hogy így nem... Úgyhogy nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mennyi részletet is osztak meg róla. Valamennyit azért el fogok mondani, de minden kicsi apró részletet lehet, hogy nem fogok, mert főleg van, majd elmondom, hogy melyik gyilkosságnál nem. Itt az történik egyébként, hogy a férjem, amikor este hazaér a munkából, Terezának ő fogja megtalálni, és hát egy borzalmas színteret lát, kibelezte őt, levágta a mellbimbóját, és egyébként a fürdőszobához vonszolta az ő testét, és a vérét Terezának belefolyatta a fürdőkádba, és ő abban megfürdött. Ezt csinálta Richard, tehát hogy az a helyzet, hogy nagyon sok időt töltött abban a házban, és hogy senki nem hallott semmit, meg nem vette észre, hát... Borzalmas, borzalmas, de igen, szóval végül ez történt, hogy sikerült ilyen borzasztó módon meggyalázni a szegény Terezának a holttestét, és hát az, hogy a férje talált rá, és így, hát ezt el sem tudom képzelni, hogy az milyen, mekkora trauma lehetett neki. Aztán két nappal később a helyszíntől nem messze egy megcsonkított kiskutya tetemét találják meg. Nem tudom, miben jön a kiskutyákkal, de tényleg szóval, hogy tök cukik. És hát innentől kezdve begyorsulnak az események. Általában ugye ezt megfigyelhető a gyilkosoknál és a sorozatgyilkosoknál, hogy amikor egyszer átszakad a gát, onnantól kezdve nem tudnak leállni. Úgyhogy a következő gyilkosságot 1978. január 27-én 6 nappal később fogja elkövetni. A 38 éves Emily Merton 22 hónapos unokaöccsére vigyázik, átjön hozzá egy kedves ismerőse, az akkor 51 éves Dan Meredith, és még egy személy fog tartózkodni ebbe a házba, a 6 éves Jason, aki egyébként ott a környékben unokaöccse, azt hiszem ennek az 51 éves nőnek, de nem vagyok teljesen, de igen, unokaöccse. És egyébként úgy van, hogy ez a 6 éves kisfiú, ez a Jason, átmenne játszani ott a környékbe egy ismerőshöz, és oda nem érkezik meg. És ennek az ismerősnek tehát ez az ismerős anyuka kezd el keresgetni, hogy hát vajon hol van Jason, miért nem érkezett meg, amikor arról volt szó, hogy ő átjön hozzánk, és hát így fogják felfedezni a holtesteket. Dan Meredith-et, az 51 éves kedves ismerőst megtalálja a nappaliba, őt egy lövéssel ölik meg, a 38 éves Evelyn-t följebb a második emeleten találják meg, és őt viszont már úgy szintén megkínozza, őnek is felvágja a hasát, kifordítja a belső szerveit, illetve megpróbálja a szemgolyóit kivágni. Azt nem tudom, hogy miért nem sikerült, de megpróbálta minden esetre. Így ez van a leírásban, hogy megpróbálta. Őt is szexuálisan bántalmazta. És az ágy másik végében megtalálják a 6 éves Jason holttestét, akit kétszer fejbe lőtt, szemmel láthatólag jó közelről. De Meredith kocsijával menekül majd egyébként el a helyszínről, és azt a kocsit is fogják egyébként majd üldözni, és akkor hát ugye kérdezhetitek, hogy és hol van a 22 éves, 22 hónapos kisbaba, akire vigyáztak, és hát az a helyzet, hogy valószínűleg akkor zavarták meg, amikor vele végzett, és elvitte a holttestét magával, és hát válogatott kínzásokat hajtott végre annak a 22 hónapos kisbabának a testén, amit nem fogok elmesélni, hogy micsodákat, mert azt már nem, tehát hogy azt már lelkileg nem bírom, egyébként is azt gondolom, hogy ez a hapsi, amiket művelt, az gyalázat, de az, hogy ezt kisbabával mit csinált. Szóval ő vele is ilyen válogatott kínzásokat sikerült. Na de hogy végül hogy találják őt meg?
Először is fantomképet tudnak készíteni róla, mert ugye nagyon sokan látták a gyilkosságok helyszínek körül. Ezen kívül bizonyítékot gyűjtenek arra, hogy ő vásárolt olyan fegyvert, egy 22-es kaliberűt egyébként, amivel az összes áldozatot megölték. És az utolsó gyilkosság után 3 nappal végül is felkeresik Chase-t, aki ekkor egy dobozzal a kezébe megpróbál elmenekülni az autója felé, de természetesen nem sikerül neki. Egyébként komoly ellenállást tanúsít, tehát hogy így azért a rendőröknek nagyon megnehezíti a dolgát, hogy őt le tudják tartóztatni, de végül sikerül nekik. Chase beismeri ott rögtön, hogy ő kutyákat szokott ölni, mint hogyha ez nem lenne probléma, érted? Nem mindegy, szóval, hogy ez beismeri, hogy ő szokott kutyákat ölni, de hogy ő embereket sosem bántana, és... De hát, amit a házba találnak, az több, mint undorító, szóval, hogy onnan nincs menekvése az a helyzet. Egyébként azért kutatják át a házat, mert hogy ugye hát keresik még mindig a 22 hónapos kisbabát, és reménykednek abba, hogy megtalálják. Az egész lakás vérben úszott, konkrétan vérben úszott. Találtak mindenhol csontdarabokat, a hűtőben pedig találnak egy tálat, amiben testrészek is találhatóak. Szóval, hogy ilyen... Egyébként a kihallgatás során válogatott ökörségeket mond. Richard elkezdi mondani, hogy az anyja 20 éves koráig mérgezte, azért nem nőtt nagyobbra, és hogy miket mond még, és hogy elporlad a vére, és neki ezért van szüksége mások vérére, hogy ő túlélje, mert különben meghalna. Meg ilyeneket mond, tehát ugye teljes elmebaj. Rengeteg pszichológus fogja őt egyébként vizsgálgatni. És megállapítják róla, hogy skizofrén, és hogy antiszociális személyiségzavara van, és hát nyilván a védőügyvédje mindent megpróbál annak érdekében elkövetni, hogy őt elmebetegként kezeljék, és hogy ezért ne kaphasson halálbüntetést, és ne vonhassák úgy felelősségre, mint egy egészséges embert. A tárgyalás egyébként 1979. január 2-án fog kezdődni, 6 embert ölt meg ugye Richard, és 250 bizonyítékot szednek össze, és több mint 100 tanút tudnak felsorakoztatni ellene. Egyébként magyarázatként azt mondja, hogy neki az volt a problémája ezen a véres dolgon kívül, hogy neki elporlad a vére, és azért mások vérével kell helyettesítenie, hogy tínédzser korában nem tudott eleget szexelni lányokkal, és ez okozta ezt a problémát többek között. És egyébként bocsánatot kér időnként az elkövetett tetteiért, időnként nem, szóval, hogy ilyen nagyon, tehát úgy viselkedik, mint aki nem normális, mert nem az. Május 8-án 5,5 óra tanácskozás után halálra ítélik, gázkamrai halálra ítélik egyébként a 6 gyilkosság miatt, és elutasítják annak a lehetőségét, hogy őt elmebetegként kezeljék. Nyilvánvalóan fellebbezik a Richard ügyvédje, és én egyébként ezen a ponton nem tudom, hogy mivel értek egyet, vagy hogy mit gondolok, mert hogy egyrészt ugye tudjátok, én nem vagyok halálbüntetés párti, tehát hogy az egy másik téma, hogy én nem vagyok annyira oda azért a halálbüntetés dologért, de hogy azért Richard, az a helyzet, hogy mindenféle szakképzettség nélkül meg tudjuk állapítani, hogy ő bizony elmebeteg. Tehát, hogy ő nem azért mondja azt, hogy ezeket a dolgokat, mert hogy ő ezt kitalálja azért, hogy őt ne lehessen halálra ítélni, hanem ő tényleg elmebeteg. Szóval, hogy ő ráhozták létre ezt a fajta megnevezést, hogy elmebeteg, és ezt a fajta jogi terminust, hogy az elmebetegeket máshogy kezeljük, mint az épp elmélyűeket. Szerintem őt megillette volna ez. Na de! A júniusi újabb tárgyaláson újabb érdekességeket mondott. Elmondta, hogy rajta agymosást hajtottak végre, hogy a nácik azok csatlakoztak az UFO-khoz, és neki üzeneteket adtak át telepatikusan,
illetve elmesélte a szappan elméletét. A szappantartó elmélete a következőképpen nézett ki, hogyha fölemelte a szappantartóból a szappan, és száraz volt alatta, akkor őt nem mérgezi éppen senki. Ha meg felemelte a szappant a szappantartóból, és nedves volt alatta, akkor őt éppen mérgezték. Erre hagyok itt egy kis időt. Természetesen nem sikerült neki a fellebezés, ugyanúgy elutasították azt, hogy őt elmebetegként kezeljék, és ugyanúgy halálbüntetést tartották jogosnak. Innentől kezdve már nem fellebbeztek, és 1980 karácsonyán, tehát igazándiból fél év börtönben tartózkodás után, az őr megtalálja őt a cellájába, a napi gyógyszereit nem nyelte le, hanem gyűjtögette, amiket kapott, fél éven keresztül, majd egy adagba bevette, és így gyógyszer által öngyilkosságot hajtott végre a börtönben. Egyébként a börtönben is minden nap halucinált, nyilván nem szedte a gyógyszereket ellenet, tehát hogy valószínűleg ez is lehetett annak az oka, és depressziós lett a börtönben, még pluszba a skizofrénia, antiszociális személyiségzavar és a halucinációk mellé ezt még sikerült begyűjtenie. Hát ez volt Richard Chase élete. Az a helyzet, hogy nem tudok itt nagy tanulságot mondani, szintiszta elmebeteg ez az ember. Én csak azt sajnálom, hogy őt nem kezdték el korábban kezelni, hogy amikor még találkozott, még a korai időszakban pszichológusokkal, és nagyon sokkal találkozott. Tehát, hogy tényleg, tehát 18 éves korától egészen az első gyilkosság elkövetéséig, azt hiszem, hogy volt, 14 szakemberrel találkozott. És hogy egyik se ismerte fel azt, hogy ő veszélyes a társadalmunkra. Szóval ezt azért nagyon sajnálom, hogy őt nem zárták be időbe, illetve amikor bezárták és megszökött, akkor nem gondolták azt, hogy őt ténylegesen zárt osztályra kellene áthelyezni. Hát 6 ember életét meg lehetett volna menteni, hogyha időben és jól reagálnak a pszichológusok és pszichiáterek. Úgyhogy hát ez volt az egyik legveszélyesebbnek és legbrutálisabbnak ítélt sorozatgyilkosnak a története. Vigyázzatok magatokra, legyen szép napotok! Sziasztok!